Köszönöm szépen, hogy eljöttek a sajtótájékoztatóra, aminek az az apropója, hogy szeretnénk bemutatni az LMP-nek az itteni helyi képviselő jelöltjét. Amikor ezeket az alkalmakat megtartjuk, akkor akár órákat is lehetne beszélni, hiszen egy kampányban a pártoknak az a feladata, hogy az országban levő problémákról beszéljenek, és a problémákra adandó válaszokról beszéljenek. Én az elmúlt években muszáj volt, hogy nagyon sokat beszéljek a lopás sorozatról, a korrupcióról, és természetesen amikor én ezeken az alkalmakon beszélek, akkor erre próbálom felhívni a figyelmet. Az a helyzet, amit ma a korrupció szóval nem is lehet leírni, hanem egy történelmi léptékű lopás sorozattal tudnánk megnevezni. Ez a helyzet nyilvánvalóan tarthatatlan, és amit viszont el kell mondani, hogy nem az erkölcsi szempontok miatt tarthatatlan, hanem azért, mert az a pénz, amit ellopnak, az ebből az országból hiányzik. Nagyon sok 100 milliárd forint hiányzik az ellopott pénzből, és azt lehet mondani, hogy át kell számolni ezeket a milliárdokat, és el lehet mondani, hogy például, ami a napokban a hír volt, hogy Tiborcz István 3 milliárd forintot keresett, az a 3 milliárd forint például elég lenne a bölcsidei dolgozóknak a béremelésére, de azt is mondhatjuk, hogy egy ember, hogyha annyi pénzt szeretne keresni, akkor 1500 évig kellene dolgozni egy mai magyar átlagbérek mellett. Ez egy olyan probléma, ami nem erkölcsi probléma, hanem az egész Magyarországot veszélyeztető probléma, és a mindennapjainkra kiható probléma. A LMP-nek az volt a feladata, hogy ezt bemutassa, be is mutattuk, de most az a feladata, hogy igenis komolyan gondoljuk azt, hogy ez a történelmi léptékű lopás sorozat, ez megállítható Magyarországon. Ahhoz, hogy ezt nekünk az emberek elhiggyék, és elfogadják, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, ahhoz hiteles személyiségekre van szükség, olyan személyekre van szükség, akik egész életükben bemutatták azt, hogy igenis lehet úgy élni, hogy az ember nem változtatja meg a véleményét egyik napról a másikra, és lehet úgy élni, hogy bemutatja azt, hogy a hazája fontos, és az a közösség fontos számára, amelyik őt körülveszi. Nagyon büszke vagyok a helyi jelöltünkre, Kretz tanár úrra, aki ebben az óriás körzetben jelölt. A Fidesz szándékosan változtatta meg úgy a választási törvényt, hogy ilyen hatalmas, óriás körzetek jöjjenek létre. Annak ellenére azt hiszem, hogy talán Kretz tanár úrat még itt is nagyon sokan ismerik. Én nagyon büszke vagyok arra, megismerve őt, és megismerve ő az életútját és az ő tevékenységét, hogy ő vállalta ezt a jelöltséget, őt szeretném bemutatni, és őt szeretném megkérni, hogy egy nagyon picit mutatkozzon be. Tisztelettel köszönöm elnök úrnak a bemutató mondatokat, és egyben szeretettel köszönteném a második számú választókörzeten belül Dombóvár város hölgyeit és urait, választópolgárait és leendő választóit. Magamról nagyon röviden annyit, hogy 41 évet töltöttem katedrán, az oktatásügy minden lépcsőjét végigjártam, voltam szakfelügyelő, voltam középiskolai tanár, tanítottam az egyetemen, rengeteg tanítványom van itt Bonyhádon is, Dombóváron bocsánatot kérek, akik Bonyhádra jártak. Nagyon sokszor voltam érettségi elnök itt az Éhes Gyula gimnáziumban is, illetőleg a valamikori postaforgalmi szakközépiskolába. Tehát mondhatom, hogy félig meddig egy kicsit hazajöttem. Miért vállaltam egy olyan feladatot, aminek elébe nézünk? Társadalomtudományi diplomáimat vettem alapul, és azt mondtam, mint választópolgár, hogy utoljára még egyszer szólnom kell. Eszembe jutottak Babits szavai, aki egy nagyon szép versében azt írta, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. És úgy döntöttem, nem akarok cinkos lenni. Tehát meg kell szólalnom még egyszer. Önök vagy meghallják, vagy nem hallják. Mi az, amit szeretnék önöknek ígérni, bár ez lejáratott dolog? Tisztességet, becsületet, mint ahogy 41 évet a katedrán el tudtam tölteni. Tudom ígérni önöknek, hogy nem szeretném azt, hogy a primus inter pares első az egyenlő között elve érvényesüljön. Az ellenzéki települések is magyar emberek által lakottak.
Nem szeretném, ha különbség lenne kormánypárti települések és úgymond ellenzéki települések költségvetései között. Az dönts el, hogy mennyit kapunk, hogy most kinek az oldalán állunk. Szeretném valamelyest közelíteni ezeket a differenciákat egymáshoz. Súlyos dilemma számomra az is, hogy merre fele halad ez az ország. Demokrácia, vagy talán egy kicsit a kelet felé orientálódás. Nem túlzottan örülnék az utóbbi helyzetnek. Nem túlzottan örülnék. Itt a választás lehetősége. Önöknek kell eldönteni. Miért tartom ezt fontosnak? Megítélésem szerint a 2018-as választások sorsdöntőek lesznek. Azért lesznek sorsdöntőek, mert amennyiben a jelenleg regnáló hatalom megkapja a továbbkormányzás lehetőségét, tartok attól, hogy 2022-ben nem biztos, hogy lehetőségünk lesz újra választani. Egyszerűen törvénymódosítás kérdése az egész. Betoljuk feles törvénybe, hozunk egy döntést, hogy 7 évenként, 9 évenként legyenek ezentúl választások. És egy óriási lehetőséget szalasztott el ez a nép. El lehet dönteni, hölgyeim, uraim, merre fel akarunk csatlakozni. Akarjuk-e tovább azt az utat járni, amit elnök úr is itt fölvázolt? Vagy ne adj Isten, az egészségügyre akarunk valamit fordítani? Az oktatásügyre, a jövő nemzedékére akarunk-e valamit fordítani? A rengeteg fiatalra, aki elvándorol az országból. Hölgyeim, uraim, van teendő bőségesen. 5 percben ennyi fért, tisztelettel szeretném kérni az önök támogatását, bizalmát, és amennyiben úgy alakul, ígérem, nem leszek az elmondottakhoz hűtlen és igyekszem betartani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke Vona Gábor és pártjának Tolna megyei 2. számú választókerületében induló országgyűlési képviselőjelöltje Fenyvesi Csaba Zsolt tartott február 24-én lakossági fórumot a Tinódi házban. A fórum után a választás esélyeiről kérdeztük a pártelnököt. Elnök úr, másfél hónappal a választások előtt, hogy áll a kormányváltás ügyével a Jobbik? Én azt gondolom, hogy jól. Ma Magyarországon a legerősebb ellenzéki párt a Jobbik. Mi vagyunk a kormányváltó erő, és hogyha valaki kormányváltást szeretne, akkor azt gondolom, hogy a Jobbik az alternatíva, a Jobbik a megoldás. Leegyszerűsödött a képlet, vagy Jobbik alapít kormányt 2018 után, vagy a Fidesz. Minden más szavazat, én azt gondolom, hogy elveszett szavazat. Úgyhogy mi készen állunk, fölkészültünk, 8 év ellenzéki munka, ellenzéki készülődés áll mögöttünk, nagyon sok települési önkormányzatnak a tapasztalata, a vezetése. Van egy nagyon jó programunk, úgyhogy most már csak az emberek támogatását kérjük. Önnek is úgy tűnik-e, hogy a baloldal az már lemondott a kormányváltásról, és olyan dolgokkal foglalkozik, hogy minél több pártja, minél több képviselőt juttasson be a parlamentbe, ez a legfontosabb az én véleményem szerint. Ön is így látja ezt? Sajnos így. Azt látom, hogy a baloldal nem kormányt akar váltani, hanem egymást akarják leváltani. És megmondom őszintén, mindig a fülemben cseng Botka László szava, amikor lemondott a miniszterelnök jelöltségről, és azt mondta, hogy nem gondoltam volna, hogy a baloldalon ilyen erősen bevásárolta magát a Fidesz, hogy ilyen mélyen beépült a baloldal szöveteibe. Nagyon sajnálatosnak tartom ezt, mert szerintem egyébként egy erős baloldalnak a magyar demokráciában van helye, és van rá szükség. De egyelőre a kormányváltásra nem látom a baloldali pártokat alkalmasnak, úgyhogy nekünk a Jobbiknak kell képviselnünk a baloldali embereket is. Várható-e az, hogy a Jobbik a választásig hátralévő időben összefog-e még valamilyen párttal, pártokkal? Ez már nagyon nem hiszem, hogy várható lenne, hiszen a választások előtt állunk pár héttel. Ugye a baloldalnak saját magával nem sikerült összefognia, úgyhogy mi igazából nem tudtunk már ehhez mit hozzátenni. Mi önállóan indulunk, elmondtuk, hogy az új pártokkal, akár az LMP-vel, vagy más új pártokkal nyitottak vagyunk a tárgyalásra, akár hogyha szükség úgy hozza a koalíció megkötésére is, illetve bárkivel nyitottak vagyunk arra, hogy az országgyűlésben Magyarország számára jó törvényeket hozzunk. Soha nem azt néztük, hogy ki kezdeményez egy törvényjavaslatot, hanem azt, hogy az hasznos-e az országnak, vagy jó-e az országnak. A választások most már azt hiszem, hogy ebben a felállásban fognak lezajlani. 106 képviselőjelöltet állítunk, és megpróbáljuk a Fidesznek az előnyét behozni, megpróbáljuk a Fidesznek az erejét megtörni, és a kormányváltást akaró emberek mindegyikét képviselni. 4 évvel ezelőtt a közvéleménykutatók a választások előtt alulmérték önöket. Most a néppártosodás az hozott-e önöknek a konyhára, hogy látja?
Én azt gondolom, hogy igen, és most is túlmérnek bennünket. Én a közvéleménykutatásokat óvatosan követem csak nyomon, és beszéltem is olyan szociológusokkal, akik közvéleménykutatásokat készítenek, és ők azt árulták el, hogy nagyon magas a választ megtagadók száma. 10-11 embert kell fölhívniuk sokszor, mire egy valaki egyáltalán hajlandó elmondani a véleményét, ugyanis sajnálatos módon ma Magyarországon az uralkodó társadalmi közérzet a félelem. Eljutottunk oda 28 évvel a rendszerváltozás után, az emberek megint félnek, nem merik kimondani a véleményüket, nem merik vállalni a véleményüket, mert a Fidesz egy olyan féldiktatúrát épített ki, hogyha valaki nem ért egyet a kormánnyal, akkor az lényegében károkat szenvedhet el, vagy hátrányokat szenvedhet el. Ezen is változtatni kell. Tehát én, hogyha a Jobbik kormányt alakít, egy olyan országot szeretnék, ahol bárkinek joga van nem egyet érteni a Jobbikkal. A Fidesz legnagyobb bűneként a lakossági fórumon az agymosást és a korrupciót említette. Így van, ehhez még harmadikként hagy tegyem hozzá az arroganciát. Tehát az, hogy az embereket manipulálja egy kormány, azt én nagyon aljas dolognak tartom. Azt is aljas dolognak tartom, amikor az emberek pénzét lopja el, és azt is aljas dolognak tartom, amikor lenézi az embereket. A Fidesz lenézi a magyar embereket, arrogánsan, nagyképűen beszél velük. Az is jellemző, hogy a diákokat, akik tüntettek, meg se hallgatta, és általában így bánik az emberekkel, így bánik a civil szervezetekkel, így bánik a szakszervezetekkel, így bánik az emberek különféle szervezeteivel, érdekvédelmi szövetségeivel. Pedig a képviselő szó az azt jelenti, hogy embereket képviselek. Embereknek a jóvoltából, embereknek a bizalmából, embereknek az érdekéből vagyok ott az országgyűlésben, nem pedig azért, hogy uralkodjak az emberek fölött. Ön hogy látja, mire volna a magyar népnek most a legnagyobb szüksége? Hát, hogyha egy szóval kellene válaszolnom erre a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy nyugalomra. Szerintem baloldali, jobboldali, liberális, pártfüggetlen emberek egybehangzó álláspontja, vélemény az, hogy ez az állandó háborúskodás, ez az állandó nyugtalanság, ez az állandó izgágaság, izgatottság, amit Orbán Viktor hoz ebbe az országba, az szűnjön már végre meg is. Éljünk már nyugodtan, ne vívjuk már a politikát életre, halálra, fontos a politika, de azért nem erről szól az élet. Az életnek egy csomó, ennél sokkal szebb és sokkal fontosabb része van, mondom ezt én, mint politikus, és vissza kell adni az embereknek a nyugalmat, hogy az életükben lévő dolgokat meg tudják élni, ne tegyen tökre családokat, baráti köröket, rokonságokat a politika, és ehhez egy olyan légkör kell, ami nem a problémákat szaporítja, hanem a problémákat megoldja, és ezt nem csinadrattával, nem óriás plakátokkal, nem propagandával, hanem szépen és csendben teszi a dolgát. Mi az a néhány gondolat, amit a Jobbik még a kampány hátralévő részében közvetíteni fog az emberek számára? Itt három gondolatot fogalmazott meg, ezekre gondoltam. Így van, magyar szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel így vágunk bele a választási kampányba, méghozzá azért, mert így szeretnénk az országot is kormányozni. Magyar szívünk van, magyarul dobog, Magyarországon születtünk, a magyar emberekért tartozunk felelősséggel. Azt szeretnénk, hogyha a magyar emberek a szülőföldjükön tudnának boldogulni, egyáltalán boldogulni tudnának, sikeresek tudnának lenni. A különféle útvonalak közül, amelyeken keresztül ide eljuthatunk, a józan ész alapján kívánunk választani. A józan ész az, ami a legjobb iránytű szerintem, és a tiszta kéz pedig az, hogy ne lopjuk el az emberek pénzét. Magyarországon sokan azt gondolják, hogy nincs elég pénz, szerintem másképp van. Szerintem Magyarországon nagyon sok pénz van, csak nem kellene ellopni, és nagyon sok mindenre jutna. Úgyhogy a választási kampányban ezt üzenjük az embereknek. És ami nagyon fontos, hogy bár nagyon sok rosszat tudunk és tudnánk mondani az ellenfeleinkről, különösen a kormánypárt képviselőire gondolok, de nem ezzel akarunk foglalkozni. Tehát annyi mocskolódás van a politikában, annyi sárdobálás, hogy mi nem azt akarjuk bebizonyítani a másikról, hogy az mennyire rossz, hanem azt szeretnénk bebizonyítani, hogy a mi programunk a jobb, hogy a mi programunk a Jobbik, és hogy erre érdemes szavazatot adni, vagy támogatást adni, hiszen mi még nem voltunk kormányon, nem tudtunk még bizonyítani, és úgy érezzük, hogy most már itt az idő, hogy az emberek kipróbáljanak valami mást is, talán valami jobbat.